A brit fiatalember ma délután indult el a kelebiai határátkelőtől Szabadkán át. Hétvégére Újvidéken szeretne lenni, a fővárosba pedig tervei szerint a hónap közepén érkezik. Magával csak egy hátizsákot visz, amelyben hálózsák, fényképezőgép és mobiltelefon van. Jobban meg szeretném ismerni az országot, az itteni embereket, az ételeket. Ez a fő oka annak, hogy északról lesétálok délre. Kevin 2010-ben és 2011-ben 4 hónapot töltött Szerbiában, és az idei gyalogtúrával szeretné megköszönni a vendéglátást, amivel akkor szembesült. Szerbiában szeretem a barátságos embereket, az ételeket, és természetesen a pálinkát. Rakia! Shannon a sétatúrán szerzett élményeiről minden nap be fog számolni az érdeklődőknek Twitter és Facebook profilján, valamint blogján. Emellett az expedíció után könyvet szeretne írni az utazásról.